Mikszárt Kálmán, Urak és Parasztok A Krusevicai ütközött. Abból az időből jegyeztem fel az annálék számára ezt az esetet, mikor a szép Zagorjében mérges gerillaharcok folytak a balkán lakói közt. Török, bosnyák egymást írtotta, pedig milyen szépen meglaktak együtt azelőtt. Az Isten a megmondhatója. Mire volt való piros vérrel csepegtetni be a szürke sziklákat az agóriai fensíkon? Vagy hogy talán az Isten se tudja, csak a királyok? Hanem nem, mulatságnak bizony elég mulatság. Azokban a bolond nagy országokban egy ember csinálja a dolgokat, a generalissimus. Az intézi ki, mit tegyen, merre menjen, hova álljon, és az is csak a mappáján mozgatja a haditesteket. A nagy ennek az egynek még talán passzió a háború, a többinek a legszudarabb időtöltés. Hanem a szép zagóriében minden ember a maga szakállára verekedhet. Ha megverik, senki sem állítja haditanács elé. Neki fáj az, ha megverik. Ha pedig ő ver meg valakit, hát annak a másiknak fáj. Mi köze ahhoz még egy harmadiknak? Ilyen háborút szeretnek a hercegovcok. De ilyen is volt az. A derék daliás Tevó Pásics összeszedett negyven markos legényt, és mikor otthon a ház körül elvégezték a dolgaikat, minden kedden este fölszedelőcködtek egy csapatban ellenséget keresni. Valóságos zsúr fixek voltak ezek. Kettő szombatig viaskodtak, s akik életben maradtak addig, szombaton megint hazatértek összecsókolni az asszony meg a gyerekeket, és elvégezni a férfi munkát a legközelebbi keddestig. Egy szerda reggelén, túl a Krusevicai hegydombon, ahol annyi a szikla, mint réteken a hangyazsombék, egy körülbelül 40-50 főnyi csapatra bukkantak a Stevó Pásics emberei. No, ez a szerda jól kezdődik. Esziről meg lehetett ösmerni a csapat vezérét, a marcona arcú, magas termetű Tahir Osmanbegovicsot. Ez volna a világon a legnagyobb vitéz, ha még buzogánnyal verekednének. De az a gonosz ólom darabka nem respektálja a férfi erőt. Valami nyápic ember találhatta azt ki, ám az erősek. Amint meglátták egymást, az volt a legelső dolog, hogy mindenik elője egyszer a puskáját, és aztán kiki -ki állást foglaljon valami szikla mögött. Mert hát úgy szép a háború, ha nem nagyon ártalmas az emberi egészségnek. Szikla bőve jutott töröknek és bosnyáknak egyiránt, mert több szikla van Zagorjében, mint ember innen lövöldöztek aztán egymásra egészen kényelmesen. Az az, hogy csak lövöldöztek volna, ha lenne kire. Mert ha valamennyi a szikla mögött áll, és csak a puska nyújtja ki, vagy felül, vagy oldalt, hát bizony csak a sziklákat lehetett volna meglövöldözni, azoknak pedig nem árt. Gyertek elő, pogányok! Kiabálta a bosnyákság és az echo és a szél vitte a kiáltásaikat bömbölve. Ne bújjatok el, gyáván! A férfiak vagytok! De a törökök is ugyanezt harsogták vissza, mindenféle csufondáros kifejezésekben. Szakadjanak rátok azok a bomlott kövek, hitetlen kutyák! Bezzeg nagy vitézek volnátok, ha a puskát magát lehetne elküldeni, hogy lövöldözzön? Hát, ugye? Nem mertek előjönni a sziklák mögül. Hanem hiszen kiabálhattak a megrekedésig. Se a törökök, se a bosnyákok közül nem hagyta el a maga biztos várát egyik sem. Legfeljebb a fejét dugta ki egy szempillanatra némelyik, hogy szétnézen a néptelen tájék fölött ahol csak a nagy kő meredeztek hallgatagon. Érdekesek azok most, mert mindenik mögött ott van meglapulva egy-egy katona, de valamennyi a szikla túlsó oldalán. Az ördög látott ilyen pozíciót. Ez így tartott körülbelül délig. Délben aztán elunta magát Stevó Pásics, és azt a propozíciót kiáltotta át a töröknek nem -e volna jobban nyílt csata? A törökök megnyitották erre egymás közt a konferenciát, ami úgy ment, hogy Hassán Csengics átordította az Osmán Begovics egy-egy megjegyzését Ibrahim Srejlugának, Ibrahim továbbadta a túlsó sziklához Omar Kovácsevicsnek, Omar Kovácsevics Reket ember lévén valahogy nagy nehezen elhörögte a hegyszakadékban fekvő Jován Hasanovicsnak. Ma annak volt ott a legkényelmesebb. Egy óra telt belé, míg a vezérszava eljutott mindenkihez. Hát még az, amit aztán ezek feleltek. Hát még az, amit ez megint visszafelelt. Ez volt az igazi tágkörű értekezlet. De Végre is csak az az eredmény lett, hogy nem bolondok ők nyílt csatára kelni. Egyenlő erő ellen nem tanácsos. Hanem a legjobb mód lesz a kiéheztetés. Aki hamarabb megéhezik, majd előjön. És ha előjön, könnyű lelőni. Ha pedig elő nem jön, ott hal meg a szikla mögött éhen. Legalább nem kell neki külön sírkövet hozatni Kalinyovikból. No, a kiéheztetés eszméje megtetszett a bosnyákoknak is, hiszen volt még holmi a tarisznyájukban. Jól van! Mennydörögte hadi üzenet alakjában stávó Pásics. Kopláljunk! És azon túl elkezdtek éhezni. Csütörtök délben azonban már minnyájának száraz lett a gégéje, és korgott a hasa. Az pedig nagy baj, mert a hazáért könnyű verekedni, édes meghalni, de éhezni a hazáért, az már egy kicsit nehéz. A törökök unták meg előbb, és most már ők proponálták a nyílcsatát. Pásics talácskozott az embereivel de azok arra a közmegállapodásra jutottak, hogy ők inkább meghalnak, de nem verekszenek éhen. Egy szóval tagadó válasz ment Osmán Begovicsnak. Hát itt bizony nem volt más teendő, mint megint várni. Mindenik rész tartotta magát egészen csütörtök estig, amikor is nagy zápor eső kerekedék, az ég csatornái megnyiladozva, cudar egy idő volt, Pásics megvakarta a fejét dühösen, s átszólt tompa fáradt hangon. Hallod-e? Osmán Begovics, he? Csináljunk már valami okosat! Erre megint elkezdett a két vezér purpár Tudod, legjobb lenne, felelte Osmán Begovics, a legjobb lenne, ha fegyverszünetet csinálnánk. Edd meg! Hiszen már eleget szünetel a fegyverünk. Na no de, én csak egy fél órai szünetet értek. Egy fél órait? Hm. Hogy érted azt, Osmán Begovics? Talált ki, Stevó Pásics! Aztán mit csinálnánk a szünet alatt? Verekedésre gondolsz? Hát te... Mire gondolsz, Tevó? Talált ki, Osmán Begovics? Hát én már tudom, de te mond ki. Nem én? Egyen meg engem a kutya, ha kimondom. De megteszed? Egyen meg a kutya, ha meg nem teszem. No, jól vagy, Tevo. Ha terest ellen, majd kimondom, hát most már én. Úgy értjük a fél órai hogy a fél óra alatt ti bántatlanul mehettek jobbra, amerre akartok. Ti pedig balra? Kiáltás, Tevó. Úgy, úgy. Hagyta rá a török vezér. Hiszen nincsen benne semmi. Ha, persze, persze. Tódotta ki, Pásis Tevo hiszen úgy is találkozunk még valamikor. A maga sziklája közül az egyik is, a másik is kinyújtotta a jobb karját, megadván egymásnak a parolát a levegőben. És azután egy puskalövés nélkül víg énekléssel oszlottak el az esti szürkületben. Nos hát, ilyen kedélyesen ért véget a krusevicai ütközet. Annó, 1877-ben.